Virág Márton vagyok. Az online térben, az olvasóink közül sokan esetleg Mazur néven ismernek, ezen a néven publikáltam sok éven át a GameStar magazinba. Annak idején szerzője, szerkesztője, főszerkesztője voltam a lapnak, és most jelenleg a kiadót, a GameStar magazin kiadóját vezetem. Hajdú Gábor vagyok, a GameStar Print magazin főszerkesztő helyettese. Alapvetően a GameStar-nál már 4 éve vagyok, online szerkesztőként kezdtem, és idén tavaly lettem a Print magazinunk főszerkesztő helyettese. Erdei Patrik vagyok, a GameStar Online főszerkesztő helyettese, és 2008-ban írtam az első cikkemet a GameStar-ba, de 2009 májusa óta vagyok aktívan a GameStar Online-nak a része. Először mint hírező, aztán mint vezetőszerkesztő, és utána mint főszerkesztő helyettes. Horváth Péter vagyok, a GameStar Online lapigazgatója, és 2011-ben kerültem a GameStar magazinhoz. Már akkor már másodszor, mert én még a 2000-es években is írtam bele még külsős cikkíróként, és nyilván a legelső emlékeim egyébként pont a Print magazinhoz kötnek, aztán nyilván az online felesodort az élet, de hát vagyunk így egy páron. Én 2007-ben vettem meg egy családi nyaralás alkalmával az első GameStar magazinomat, és akkor láttam meg, hogy van a GameStar tábor, de akkor már lekéstem a jelentkezésről, és 2008-ban elmentem a táborba, ott beszélgettünk a szerkesztőkkel, és akkor rájöttek, hogy ismerek pár régebbi játékot, úgyhogy decemberben megkértek, hogy írjak egy tesztet, és onnantól haladt előre az egész dolog addig, hogy most ideig jutottam. Én még gyerekként a régi nagy GameStar-osoknak a cikkeit, tesztjeit, és mondjuk például az Arénát olvastam, amit azóta meg már én szerkeztek, és nyilván van ebben már egy ilyen generációs kapocs érzés, amikor az ember valamit még gyerekként nagyon tisztel és nagyon kedvel, és aztán megadatik neki az a megtiszteltetés, hogy ő készítheti ezt a továbbiakban, nyilván sokkal rosszabbul. Talán majd egyszer erre is úgy fognak emlékezni, hogy ez egy tök jó dolog volt. Azt hiszem, hogy a digitális bevándorlóknak azon a hajóján utaztam, akik egészen kicsikorúbban így rácsodálkoztak a játékok világára. Engem az első találkozásom már abszolút lenyűgözött, és valamiért nagyon vonzott az, hogy semmiből világokba lehet utazni, és nem csak úgy, mint egy könyv segítségével. És mivel nagyon szerettem írni, olvasni és a játékokat, ez volt az egyetlen kézenfekvő közös halmaz, hogy valahogy ezt együtt a játékokkal, játékokról írni, vagy játékokkal kapcsolatban valamilyen szakmai szinten elmerülni, ez nagyon-nagyon tetszett már akkor is. Bármennyire is most már előre tört az online, és tényleg pillanatok alatt fogyasztjuk a híreket, és előbb tudjuk már meg a nagy bejelentéseket, mint akár megtörténik a konkrét bejelentés. Azért mégis a nyomtatott sajtó, a print magazin, a kézzelfogható újság az, aminek van egy olyan nívója, hogy az embernek azért melengeti a lelkét, amikor kézbe veheti a saját cikkét, és tudja azt, hogy ezt még több ezer ember megteszi az országban. Én nagyon szeretem a kezembe fogni még a mostani GameStar-t is, és még el szoktam olvasni még a saját cikkeimet is, nem csak a kollégáimnak a cikkeit. Nekem nagyon jó érzés kézbe fogni, és tényleg úgy olvasni. Meg ugye én eleve a nap 12 óráját mondjuk monitor előtt töltöm, és nagyon jó az, hogy végre nem monitort kell néznem, hanem papírt láthatok, amikor egy újságot vagy egy könyvet kezdek el olvasni. És szakmagazin, bármennyire szórakoztató céllal készül, az azért egy behatárolható, nem is az, hogy szűk, de egy nem végtelen méretű célcsoportra lő, arra céloz. Sokat váltott az is, hogy ki miért olvasta a lapot. Aki kitartott mellett, az valószínűleg már kicsit más szempontok alapján dönt a GameStar mellett, mint annak idején. Sajnos az elmúlt 10 évben igazából már mi folyamatosan azt hallgattuk, nem csak mi, hanem az összes printes lapkiadó Magyarországon, hogy a printnek leáldozott, a print halott, és nyilván ezzel a tudattal nagyon nehéz volt együtt élni, hiszen egy számodra nagyon-nagyon kedves dolgot elengedni, az szinte fizikai képtelenség vagy fájdalmat okoz. Föltesszük ezt egy egyszerű kérdésként, hogy van-e rá igény, hogy ez így ebben a formában tovább menjen, vagy pedig
már maga ez a csatorna tényleg antik, és lehet, hogy inkább csak az online térben kellene folytatnunk azt a tartalomgyártást, amit eddig is műveltünk. Eljutottunk egy 2019 végére odáig, hogy látnunk kell, hogy jelenlegi formájában nem mehet tovább a nyomtatott GameStar magazin. Most jelenleg ott tartunk, hogy mi vagyunk az utolsó magyar gaming témával foglalkozó magazin, viszont nem is szerettük volna azt, hogy feltett kézzel bedobjuk a törölközőt. Most elindítunk egy kampányt, ami december 1-től december 31-ig, tehát az év végéig fut, és ezen időszak alatt belőttünk egy számot, ezt kell elérnünk a fix előfizetői bázissal, és hogyha sikerül ezt teljesítenünk, és megvan az a kemény mag a magazin mögött, ami biztosan garantálni tudja, hogy 12 hónapon keresztül ott lesz a GameStar, akkor mi leszünk a legboldogabbak, és akkor elmondhatjuk, hogy a nyomtatott magazint az olvasók mentették meg.